Úgy látom, én leszek az utolsó. Na most, hogyha nekem elfogy a pénzem, gyerekek, akkor otthonról hozhatok még? Persze. Persze. Jó. Ez micsoda? Nyugati vasút. Vegyük meg. Te mi akarsz lenni? Én villaszerelőként tanulok. Ki szeretnék lenni amúgy, vagy Németországba, vagy Ausztriába. Persze, azt németül? Tessék? Persze. Nem. És miért akarsz Németországba menni? Hát, megmondom őszintén, hogy hallottam. Igen. Ez nem mindegy. Jó, csak hát azért mégiscsak számít. Hát persze, hogy nagyon fontos a pénz, és nagyon kell a pénz az élethez. De attól még nem leszel boldog. Minden, ami szép és jó, azt megkaptam én, mert azt mégis hallottam. Nem kaptam meg azt, amit elvesztettem itt a hajszálgyökereket. Gyerekekkel szeretnék foglalkozni, idén fogok érettségizni. Nagyon szép foglalkozás. Utána... De mint óvónő, vagy mint tanítani? Szociális munkás. Szociális munkás. Mi az oka ennek? Én úgy gondolom, hogy rossz gyerekkorom volt, hogy voltunk négyen egy 3×3-as szobában. Én már voltam egyszer már intézetben, és így azt vettem észre, hogy az ilyen helyek ezek nagyon így összetartják az embereket, a gyerekeket. És az nagyon szép szakma, mert kevés olyan ember van, aki képes arra, hogy másoknak segítsen. A szorgalommal mindent elérsz. Hidd el nekem, ha szorgalmas vagy, az életednek a 50%-a megvan oldva. Rászoruló gyerekekből sikeres embereket nevel a Buratino. Hol? 21 kerület, Táncsis Mihály utca, 27-29.